majdnem az Ausztria trend. Majdnem az Ausztria trendja. Szuper helyre jöttünk. Megyünk a lounge-ba. Merre van? Nem tudom. Erre megyünk. De jól néz ki. Azt a... Nesze, anya. Oda a sarok? Jó. Tea time van. Azt mondta. Ó, de jól néz ki minden. Hát igen, ez Ausztriában nem látszott. Biztos, ami hasonló volt egyébként a panoráma. Annyi, hogy több mint kétszer nem hasonló volt. Ott a vár. Na, meséld el, hogy volt ez? Majd nem meséld el. Együtt ütünk valamit, hogy szomjas vagyok. Ja. Na, hogy volt ez a szoba, apa? Meséld el. Hogy foglaltad? Interneten. De fillérekért szinte. Szinte fillérekért. Az mit jelent? Úgy néz ki, hogy ez a hotels.com, ennek van egy olyan akciója, illetve lehetősége, hogy várjál, megveszem, vagy előbb, hogy ilyen tagságot, hogyha ugye tag leszel, elkezdesz foglalkozni a szobákat, akkor van különböző fázisok. Hogyha 10 éjszakát eltöltesz valahol, nyilván nem csak befoglalod, hanem le is töltöd azt a 10 éjszakát, akkor a 10 éjszakának az értékének az átlaga, tehát hogyha ugye a szobák foglalási értékének az átlaga, annyiért foglalhatsz egy ingyen szobát, amit a hotels.com fizet ki neked. Nyilván, hogyha olcsóbbat, akkor a különbözetet azt ugye elbukod, ha drágábbat, akkor meg csak azt kell ráfizetni, amennyi a különbözet. És hát így ezt a lehetőséget használtam ki most. És akkor, hogyha 10 éjszakát letöltötted, akkor silver, tehát ezüst taggá válsz, akkor nagyobb kedvezményeket kapsz a foglalásnál is. És ha 30 éjszakát lefoglalsz... De nem egyben, tehát külön-külön. Nem egyben, hanem összesen, tehát így egy év alatt. Na, azért van egy korlátja. És ha 30 éjszakát foglalsz, akkor meg arany taggá válsz, és akkor még nagyobb kedvezményeket biztosítanak. És akkor már 2 éjszakát? Nem. 10 foglalt éjszakánként kapsz egy-egy éjszakát. Uh-huh. De az árakból, tehát az alapfoglalási árakból biztosítanak nagyobb kedvezményt, hogyha 30 éjszaka fölött vagy már. Ó, ez nagyon szuper. Ez ilyen vízérszerű. Ott meg a repjegyeknél van így. Ezért használom azóta ezt az applikációt, ezt a foglalót, és nem a bookingot, mert a booking az semmit nem ad, és árakból meg nagyjából ugyanott vannak. Uh-huh. Sőt, a hotels.com néha olcsóbb is. Mert ugye így találtam eleve rájuk, hogy néztem, akkor nem is tudom melyik volt. Na, én foglaltam egy szobát, akkor is együtt voltunk valahol, és akkor vettem észre, hogy a hotels.com konkrétan olcsóbb volt, mint a bookingon. És utána néztem meg, hogy van ez a gyűjtögetős történet. Aha, úgyhogy ez tök jó.
És miért jöttünk Ljubljanába? Mert arra is van egy sztoria, azt mondtad? Ja, azért jöttünk Ljubljanába, mert hát itt az Intercontinental legújabb szállodája, és ki kellene próbálni. És ugye itt is van lehetőség arra a Club Lounge-os, ahol most vagyunk, mint Ausztriában, és akkor így most itt megint el tudunk szórakozgatni. Ezért jöttünk Ljubljanába. Tehát akkor semmilyen más? Nem azért, mert én szeretek ide jönni. Hát utána nyilván örültem neki, hogy így alakult, de ez az elsődleges, hogy ezt néztem, hogy valami exkluzívabb helyre, és hát ennél exkluzívabbat most így hirtelen a környékünkön nem találtam. Az biztos. Kis váró is van. Kis nappali. Hát ide hozták a cuccunkat. A férfi öltözön keresztül, mondom, hogy el kell menni egy török között, vagy nem tudom. Ja, akkor itt inkább valami torna van, nem? Relaxom, gondolom vannak matracok. Fotógép, mert úgy hallom, hogy arra futnak. Ott elkanyarodik hátul. Hát azért így jó edzeni. Kis kilátás, minden, amit akarsz. Ja. Jaj! Jaj, de megijed! Ott is jó. Állítólag ez valami borjú, azt mondta, ugye? I've got the wine, thank you. Yes, thank you. Don't worry. A citromot nem kértem. Milyen igaz?
társaság az Orient Expressen. Na, filmezzünk.